Egy nagyon kedves és szerintem egyedi ajándékötletet szeretnék bemutatni. Mégpedig én ékszerre gondoltam, hogy karácsony tájékán milyen klassz lenne, ha így kapnám meg az ajándékot. És ez a kis ajándéktasak egyben egy nagyon szép origami csillag. És megmutatom, hogy miből hajtom. Nem négyzet alakú papírra lesz szükségem, hanem speciális mérete van, érdemes megjegyezni. 17 cm a rövidebb oldal, és 24 a hosszabbik oldala. Fehér oldalon, illetve azon az oldalon dolgozom, ahol nincs minta. Félbehajtom hosszába is, és keresztbe is a papírt. Mindkét irányba. Érdemes, hogy vastagabb papírt választani, bár a végén picit nehezebb lesz hajtani, mert minél több réteg van, annál vastagabb, de akkor van tartása ennek az ajándék tartók is doboznak. Az alsó csúcsot úgy hajtom a felező vonalhoz, ide pont, ahol a két hajtásvonal találkozik, hogy csak erre koncentrálok, hogy ezt ide hajtsam. Az összes többi nem érdekes, hogy hova megy, mert ez az a pont, amit figyelnünk kell. A másik oldalon ugyanígy, a felező vonalhoz hajtom, megfordítom a papírt, ezt a csúcsot is ide hajtom, és ezt a csúcsot is ide hajtom. Nagyon jól leélezem a hajtásvonalakat, mert mindegyikre igen nagy szükségünk lesz, hogy azt a kis kövér csillagformát kihozzuk belőle. A felső hajtást azt kinyitjuk, mert ezekre a vonalakra lesz most szükség, amit az előbb készítettünk, mégpedig úgy, hogy az alsó csúcsot ide hajtom, erre a vonalra. Ezt adja magát a papír, hiszen a forma már megvan. És ezt a részt egy felező hajtással, ez most segítségünkre lesz, ez azért van erre szükség, mert megint keresnünk kell egy olyan pontot, amihez hajtani lehet. Így. Kinyitom a papírt, és ezt a részt fogom megfelezni úgy, hogy megkeresem ezt a vonalat, ami ide illeszkedhet, pont a felező vonalhoz, és ez a hajtásvonal, mintha ennek a meghosszabbítása lenne, így fut tovább. Akkor jó ez a rész. Mutatom még egyszer. Tehát ez a vonal párhuzamosan fog tovább futni, egészen a papír széléig. Amire figyelnünk kell, hogy ez a felező vonal pontosan itt a két hajtásvonalnak a metszés pontjába találkozzon. És a másik oldalon ugyanezt megcsináljuk. Megkeresem ezt a vonalat és ezt a vonalat. Ezt pont ide illesztem, és lehajtom. Így. És itt van ez a vízszintes vonal, amit szerettem volna, ha párhuzamos lenne. És az is lett. Jó. Ezeket kivisszanyitom, és hátrafelé is meghajtom a papírt, mégpedig azért, mert ezt el kell tüntetnem, rejtenem a két papír közé. Így. És a másikat ugyanígy. Így jár az, aki próbál spórolni a hajtáson. Ezt senki ne tegyen, mert sokkal nehezebb lesz. És a két papír réteg közé behajtom. Így. Nem készítek új hajtásvonalat, mert ez a vonal pontosan ide illeszkedik, ez pedig ide. Más dolgom nem lesz, mint hogy ezt a felső réteget ebbe a kis zsebbe beledugjam, ez pedig a másik oldalra, így. Egyetlen egy nyitott pontja van a csillagomnak, ahol majd az ajándékot behelyezzük. Szóval még van egy kis dolgunk, mert erre a formára még olyan hajtásokat kell készítenem, ami pontosan megadja a csillagformát. Egy kis segédeszközt veszek a kezembe, mert ezzel jobban le tudom élezni a papír szélét, mert most már elég vastag hozzá a papír. Itt van egy vízszintes vonalam, ebből a pontból indulok ki, és nem a mellette lévő, hanem a vele szembe lévő csúcsot hajtom félbe. Illetve nem is félbe, hanem hogy ez a két csúcs illeszkedjen. Így lesz az egyik csillagom. Kezd alakulni a csillagnak a csúcsa. Ez a másik. Igen, itt egy picit már keményedik a papír, de nem adjuk fel. És ez pedig a harmadik. Így. Minden egyes csillag meg legyen. Most az az. És akkor ezzel nem győzködnék tovább, hanem megmutatom már a kész modellen, mert így egyszerűbb látni, hogy elkészítettük ezeket a vonalakat, ami a csillagformát adja. Az utolsó lépés, hogy a két egymás mellett lévő csúcsot félbehajtom. Mindegyiket egymáshoz illesztem, és megpróbálom csak azt hajtani. Így. És ott, ahol nyitható, ott tudok segíteni azon, hogy domború legyen, és ezeket a csillagcsúcsokat, illetve ezeket az oldalakat szépen egyenként megpróbálom behorpasztani. Így. Így. És egyetlen egy marad nyitva. Ha belehelyeztük az ajándékot, akkor őt is le lehet zárni. És kész.